Nos, sziasztok! Egy vágatlan verziót hozok nektek a Song of Iron játékból, úgyhogy most ez egy ilyen vágatlan próba, teszt, hangfelvételes, OBS-es, megoldásos dolog lesz. Remélem, hogy minden működni fog, és vágjunk is bele. Vagy mégsem. Na tehát akkor át kell állítanom. Song of Iron-re, na igen, tehát így vannak dolgok, hogy... Ja, mert nem igazán tudom kezelni. Há, elfelejtettem átnyomni. Na mindegy. Szerintem kezdjük el akkor, és akkor meglátjuk, hogy mi lesz. Folytatás. Ja, és igen, amit tudni kell, hogy azóta, hogy én kiléptem, és a legutóbbi gameplay volt, azóta én nem emlékszem konkrétan semmire. Volt ilyen. Meg volt ilyen, az egyes volt a kard, a hármas volt a ruha. És itt van valami előttem, amit nem tudok kinyitni, de az E betűvel. Ez valami újabb power-up. Nem tudom, mi volt ez. Double tap to activate light arrows. És hogy tudok íjászkodni? Double tap to... Ó, megnyomom kétszeren... Wow. Na ez már valami. És a dupla megnyomom az egyes. Akkor meg villámló lesz a kard. Biztos, jó van. Így, ez király. Hát erre nem tudunk menni. Igen, és legugolni pedig... Mivel kell legugolni? Ja, lefelé gomba. Aha. Jó, akkor itt visszajövünk. Aha, így tudunk becsúszni. Benyomom a hármas, hogy gyorsabban tudjak haladni, és itt vannak gondok. Itt vannak gondok. De lehet, hogy így... Úristen! Hát emlékszek, ezek legutóbb megöltek engem. Na mondjuk lehet most is. Ha nem figyelek. Hát ez durva volt, basszus. Na jó. Nyilvesszők, hogy tudom felvenni? Az, ahogy legugolok, hogy hogy van? Na, gondolom tele vagyok. Na jó, ez a villámos megoldás, ez erős. Igen, és most? Hogy kell mászni? Nem tudom, hogy hogyan kell... Ja, kifogy a stamina. Aha. Felugrok. És nyomva tartom az ugrást. És közben nyomom a felfelét. Ah, ezt minden alkalommal elfelejtem, ez hihetetlen. Szóval... Azt hiszem, hogy minden megvan. Az, hogy folytatni tudjam a játékot. De nem tudom, hogy merre kell mennem. Szóval haladjunk itt előre fölfelé, és nézzük meg, hogy itt mi is volt. Hát én már nem emlékszem. Van valami doboz. És itt van valaki. Szevasz! Hát oké. Biztosan. Nem tudom, hogy kell felvenni ezeket. És itt volt egy ilyen. Aha.
Most már látom. Hoppá! Erre lehet szükségem lesz erre a dobozra. Az E betűvel lehet megfogni és eltolni, és akkor fölmászok rá, és megnézzük, hogy... hogy oda esetleg át tudok-e ugrani. Át, jó. És itt jelez valami villámokat. Ó! És ez egy ennyitől kinyílt, hogy csak beaktiváltam. És ez volt az az útvonal, amit eddig nem tudtam megnézni. Hú! Kialakított rész volt arra. Nagyon hosszú ez a folyosó, de nem merek így szaladni, mert... pont ezért igen. Mert mi van, ha leesek és leestem? Mehettem volna tovább egyenesen. Itt mi van? Ez egy mentési pont, ugye? Akkor azt hiszem kijutottam. Automatikusan sétál a karakter, úgyhogy nem én irányítok. Nem kellett volna ide jönned. Ajaj. Ajajajajajajajaj. Ezt lehet nem akartam. Úristen! Ne. Bassza meg! Milyen franc folyik ki? Ezt nem is tudtam volna túlélni sem. Húha. Elfáradt a kis karakterünk. Kezdődik. Nem tudom miért ugrottam, és nem tudom, hogy mi volt ez, ott hirtelen belengedt egy kalapács. A francba. Na, akkor óvatosan megvárjuk, míg átmegy. Így, így, így. Uá, ez mi? Ne. Húha. Ó, azt hittem, oda rá kell ugrani a golyóra. Akkor ez nagyon fog csapni engem, nem? De, pont így. Jó van, jó tudni. Akkor újra. Hát igen. Ugrás, vár. Hát nem tudom, hogy lenne a legegyszerűbb. Így. Igen, itt le. Megvárjuk, míg eljön a golyó. És csúsz. Nem mászik ki, ez igen. Huha. Jobb, ha így megvárom egyesével őket, vagy felállok idő előtt, és meghalok. Tehát ezért kell megvárni. Ez volt a bizonyíték, hogy itt meg kell állni. Így vágatlanul érdekes, hogy nem vágom ki ezeket az újrakezdéseket. De legalább végignézhetitek a teljes gameplay élményt, hogy én már hogy játszom, miután tudom, hogy mit kell csinálni. És hogy miért nem tudom még mindig, hogy mivel kell fölmászni. Nem akar. Guggolj le! Úristen, ez nagyon közel volt. Jó. Itt biztonságosnak tűnik, és végre volt egy mentési pont. Igen, pat. Ez valami lift-szerű platform lesz, de vajon felvisz? Felvisz? És vajon, ha felvisz, megöle? Vagy mennem kellett volna talán tovább? Jó napot! Ajajajajaj! Oh,
Gyere! Gyere, gyere, gyere! Még biztos voltak a harcban olyan dolgok, amiket érdemes lenne, hogy emlékezzek rá, de már nem emlékszem. Itt fel lehet mászni? Igen. Jól van, eddig jó. Itt egy doboz. Ami nem tudom mire kell. Nem tudom, hogy kéne ezt nekem magam előtt tolni, vagy sem. Próbáljuk ki. Hallod? Köszönöm. De mivel kellett fölvenni a nyilvesszőket? Hm? Bárcsak emlékezni. Ó, a Q-val lehet perizni. Ó, tényleg. Hoppá. Eldobtam a fegyverem, ezt lehet nem kellett volna. Hát ez nagyon nem kellett volna. Jó, találtam egy másikat. Ide fog kelleni a doboz. A doboz, amit még nem tudom, hogy... Ujjajjajjajjaj. Amit még nem tudom, hogy hogyan viszek át oda. Itt épp, hogy megállt. Oly, gyorsabban tudom tolni, reménykedtem benne. Beragadtam. Jó. Megint itt egy ilyen jel. Itt jobban teszem, ha átugrok. Olyan érzésem van, mintha már jártam volna itt, és csak ide leestem volna. Ez zsák. Mi a... Jézusom. Jó van, haladjunk is. Hát te meg? Oha. Ezt lehet nem kellett volna. Ez ilyen ostoba tuk. Gyűrűk ura jelenet volt. Meddig zuhan még? Ajaj, valami meghalott. Ez meg fog ölni engem. Ezekkel meg kell küzdenem. Nem áll. De nem tudtam egy csomó ideig mozogni, és csak akkor kezdett el mozogni a karakterem, miután már az valami... Ne, és innen! Hát ennek nagyon nem örülök. Jaj, szívott engem ez. És mi van, ha itt tovább megyek? Mi van erre? Semmi. Hát akkor meg kell várnunk, míg ez újra felvész. Követni az útvonalat. Ja, ezzel a valakivel megküzdeni. Fordulj már meg te! Tehát ennyire gyenge vagyok. Jó tudni. Nagyon taktikázni kell, hogy merre fordulj. Egy harc közben háttal álltam. És hiába nyomom a másik irányba, nem fordul el. Nekem kell meghatároznom, hogy forduljon el. Elég zárt rendszere van ugye a harcnak. Most már emlékszem. Habár így táncolni lehet. Hát ez, az biztos. Ha. Na gyertek! Na ez már így jobban tetszett. Igen, és erre mentem az előbb, másztam felfelé. És itt pedig volt zsákutca. Talán. Nem tudom.
Nem, itt valami platformok vannak. Hát ez így nem lesz jó. Nem akar fölmászni. Ja, hogy így kell átugranom. Na és itt volt egy mentés. Ó, megint ilyen kapupontokat kell gyűjtenem, jól van. Akkor végül azt ide kell majd hoznom. Ott maradt a villám. Érdekes. Azt hiszem, hogy gyorsabban így nem mászik. Talán. Nem tudom gyorsan tolni. Mi? Megfordult. Akkor volt gyorsabb, mikor lekapcsolt. Még ilyet. Valami nem jó. Nem tudok villámos íjat. Miért nem? Megnyom kétszer a kettes, de nem történik meg a villámozás dolog. Miért nem? Te nem is lenne meg az a képessége. Jött lent van ezeknek ilyen... Mert lejárati... Ó! A franc egye meg. Jaj, ezzel lehasználtam. Aha, most már értem. Ó, ez nagyon szívja. Akkor erre is figyelnem kell, hogy ne fogjon el. Értem én, hogy mi van, csak nem értem, hogy mi van. Ami tök jó. És itt lesz majd az a valami. Mert ezzel már megvan a három, nem? De! Igazából vissza is mehetnék. Még mielőtt megöletem magam azokkal, hát ha valami még erősebb dolgot szedek össze. Azt hiszem itt volt a... második valahol. És akkor most meg lesz a harmadik is. Kivéve, ha beleugrok fejjel abban valamibe, és tök fölöslegesen csináltam mindent. Szuper. Aj, és akkor itt most nincs meg semmi, ugye? Igen, mert mind a kettőt, na most akkor megnézem még egyszer, hogy megvolt mind a kettő, vagy csak az egyik. Bocsánat, ásítottam egyen. Ezek mit keresnek itt? Azok nem voltak itt. Jó, hagyjatok végig, majd megküzdök veletek máskor. Nehogy lesz. Így gyorsan végig toljuk. Fölmászunk. És itt volt a második. És ha itt végigmegyek és visszamegyek. Na. Tehát ha itt végigmegyek és visszamegyek, akkor ott lesz a harmadik. Itt a harmadik. Ez a harmadik jel. Szóval valószínű, hogy először be kell mennem oda arra a helyre és valami bónuszt megint felszednem. Azok nagyon erősek azzal az ogréval, nem bírok el. Nekem legalábbis úgy tűnik, hogy azzal nem bírok el. Mert nem tudtam gurulni. Megöl.
Mert próbálom beaktiválni a villámos kardot, megnyomom kétszer, de nem történik semmi. Ezért öl meg. Pedig itt van. De ezeknek nem kéne itt lenni, hát már végeztem velük. Ez már hihetetlen tényleg. Hát a staminám el fog fogyni, úgyhogy nem tudok fölmászni. Nagyszerű. Ugyanazok a fegyverek vannak náluk, és ugyanazok a pajzsok. Mint most nálam, tehát legutóbb tőlük vettem föl. Na tudod, tolom és utána lejár és gyorsabban tolom. Ez mégis hogy működik ilyen bagosan? Nem tudom őt esetleg meglőni. Nem, annyira lentre nem tudok célozni. Na most hát tényleg... És... most! Kettő. Miért csak kettő? De ezt felvettem a harmadikat is. Háromszögben az a jel. Ah, nem értem mi van. Hát megvolt. Megszereztem. Százszerzelékben biztos, hogy benne ez a körben ez a jel. Nem értem, mi folyik itt. Nem is szereztem meg, de hát itt van, most szereztem meg, most ebben a pillanatban. Háromszögben az a jel. És jöttem ide, ilyen hülye vagyok, hogy nem tudom. Nem is jöttem ide. Hát akkor én már meg vagyok bolondulva. Ah, ugorhattam volna. Na most sikerült. Igen. Igen. Hoppá. Mi lenne, ha nem másznék föl, hanem itt lemennék? Hogy is tudok? Aha. Zsákutca. Akkor meg kell várnom, míg kifújja magát ez a milédi. Na. Másszál. Leesik magától, hát ez szép. Meg benne érdekes dolgok, az tény. De most hogy ugrok át? Ezt kitalálta ki, ezt lefelé kéne használni. Nem ugrik, abszolút nem ugrik. Ennyire ki vagy fáradva, azt nem hiszem el. Ez a kettes csak fény, úgy tudom. Próbálj meg úgy, hogy nem fáradsz ki. Azaz. Itt egy ilyen fej, meg olyan piros rész, oda biztos nem tudok. De fel tudok jönni. Hm.
De kell nekem egyáltalán erre jönnöm. Lenne itt valami bónusz megint? Remélem ez a játék ezen alapszik, hogy rengeteg ilyen bónusz hely van. Mint a világos lenne, mint a kijutottam volna valahová. Nem akarok még kimenni. Fel akarom fedezni a másik irányt is. Nem tudom. Nem tudok visszamenni, mert elzárta tőlem a játék. Na ne. Ne már. Elzárta. Francba. Teljesen elzárta tőlem a játék a visszautat. Akkor nem maradt más választásom, sajnos. Ah, gyerünk kifele innen, francba. Mentsed el, azaz, laggolt is. Valamik lesznek. Ó, nem is kevesen, gurulj! Gurulj már! Hát... Na jó, ez így nem fog működni. Á, franc egye meg. Nem, már! Tudok rúgni is pedig, nem használom semmire. Minek jöttem ide ki? Nem ért annyit az egész. Ó, de mégis, gyönyörű, ez az! Ah! Azt hiszem, hogy itt jó is lenne befejezni, mert ez egy nagyon jó finishing szín, befejező kép lenne. Úgyhogy igen. Szerintem innen fogjuk folytatni a játékot. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Vigyázzatok magatokra, és a legközelebbi videóban találkozunk. Sziasztok!